Bocsánat, én magyarul fogok beszélni, mert nagyon szeretem a francia nyelvet, de kicsinek érzem magam az azon való kifejezéshez, és ezért az angol és a magyar közül végül is közösen a magyart választottuk a szervezőkkel. Remélem, hogy ettől függetlenül élvezetes lesz az előadás, és köszönöm a tolmácsoknak is előre is a késies munkát. Amiről beszélni fogok, az egy internetes platformnak indult, aztán később lett belőle. Úgy hívják, hogy dazo.com, European Short Film Center, ez az utóneve. Tehát az igaz, hogy mi magyarok vagyunk, és egy magyar cégként kezdtünk el működni. Először nem cégként, hanem egyetemista fiatalokként, aztán lettünk cég később. De ez egy európai projekt volt a kezdetektől fogva, tehát azt láttuk nagyon-nagyon hamar, hogyha az interneten rövidfilmmel, vizuális kultúrával, illetve mozgóképpel szeretnénk foglalkozni, akkor azt nemzetközi, vagy legalábbis európai szinten érdemes megtenni. Ezért hoztuk létre annak idején a DAZO-t, aminek tulajdonképpen az volt az alapindítatása, hogy mi filmezést, illetve filmelméletet tanultunk az ELTE-n Budapesten. Készítettünk is jellemzően elég rossz rövidfilmeket, és azt láttuk, hogy nem nagyon történik ezekkel semmi. Tehát maximum filmfesztiválok vetítik őket, esetleg bekerülnek a kulturális televíziók éjszakai műsorsávjába, ezért azután nem történik meg Magyarországon, de hogy ez volt a legtöbb, ami megtörténhetett, akkor még nem volt YouTube, és nem volt más videós platform az interneten, és akkor mi nagyjából egy időben a YouTube-ban, csak a világnak egy másik pontján kitaláltuk azt, hogy egy ilyet kéne csinálni. Aztán amikor megcsináltuk, vagy Kaliforniában elkészült a YouTube, akkor kicsit megijedtünk, mert láttuk, hogy ez valamennyivel tőkeerősebb és valamennyivel dinamikusabban fejlődő projekt lehet, mint a miénk, ezért mi kitaláltuk azt, hogy mi csak rövid filmekkel fogunk foglalkozni. A technikai értelemben egy nagyon hasonló platformot képzeljenek el, ahova videókat lehet feltölteni, és azokat meg lehet nézni, és ezek a videók, ezek csak rövid filmek lehetnek. Minden mást azt egyrészt meg kell elérni az oldalon való kommunikációval, hogy ne töltsenek föl, másrészt meg, hogyha nem oda való tartalom van, akkor azt szigorúan és kíméletlenül kizárjuk az oldalról, de általában egyébként a közösség az elég jól definiálja saját magát, és valahogy az oldalnak az arculata és a kommunikációja az elegendő ahhoz, hogy elegendően nagyon kerüljön fel olyan videó, ami nem odavaló lenne. Aztán elindult ez az oldal, eléggé sikeres lett a saját közegében, tehát a barátaink elkezdték használni, aztán a barátaink barátai, aztán külföldi barátaink, és így lett egy nemzetközi bázis, amelyik ezt eléggé jól és azóta is aktívan használja. Ezt 2009-et írtunk ekkor, de akkor még mindig csak egyetemisták voltunk, idealisták, és nem nagyon láttuk az egész mögött a pénzügyi hátteret, meg az üzleti modellt. De szerencsére beleütköztünk az Európai Unió médiaprogramjának az egyik pályázatába, ami a Video On Demand szolgáltatásokat támogatja, és akkor ezt megpályáztuk. Mindenki azt mondta, hogy ezt ne tegyük, mert hogy ez nagyon nagy projektekre szabott, és alapvetően esélytelen, hogy mi ezen nyerjünk, de mi nem hallgattunk rájuk, hanem megkimentünk fejjel a falnak, és kiderült, hogy ott nem fal volt, hanem ajtó, és berontottunk az európai filmes családba, vagy filmbizniszbe, ahol azóta is próbálunk utat törni magunknak és a rövid filmeseknek. Alapvetően ez a promóció miatt jó a filmesek szempontjából, tehát hogy mi olyan helyekre tudjuk eljutatni a hozzánk kerülő filmeket, ahova egyébként nem jutnának el, egy olyan közönséget tudnak megtalálni, ami a filmesek szempontjából nagyon releváns. Filmszakmai szereplőket, producereket, fesztiválválogatókat, illetve úgy általában a művészfilmek és a kultúra iránt fogékony közösséget. Ez a YouTube-on nem ennyire koncentráltan van jelen, az biztos. Tehát, hogyha oda fölkerül egy film, akkor az egészen más utat jár be,
Én egyébként nem mondom, hogy oda ne tegyék fel a filmesek a filmjeiket, mert szerintem virágozik minden virág, és mindenhol érdemes próbálkozni, de hogy ez filmszakmai szempontból egy releváns platforma miénk, az biztos. És mostanában pedig azzal próbálkozunk, hogy egyrészt megpróbálunk üzleti alapot teremteni a rövid film köré, ami nem egy könnyű vállalkozás, mert hogy a film kultúra, illetve a film biznisz az alapvetően 100 éve nem erre készül, vagy nem erre épül, és szeretnénk a klasszikus forgalmazás felé elvinni a rövid filmeket, tehát olyan csomagokat csinálni, amik a szélesebb közönség számára is szórakoztatóak és vonzóak tudnak lenni, illetve megtalálni olyan friss, de tőkeerős partnereket, akik egyébként már más szolgáltatásaik sokkal pénzt kérnek a tartalmaikért, ilyenek a mobil szolgáltatók, a kábel TV szolgáltatók, ahová be tudjuk a rövid filmet csempészni, a legjobbakat azok közül, amik hozzánk fölkerülnek, és akkor az így keletkező bevételt azt megosztjuk a filmeseinkkel. Viszont nem feltétlenül erről akarok beszélni ma, tehát hogy ezt azért mondtam el, hogy ez a hátterünk, és ez az a perspektíva, annak rálátunk az európai filmre, illetve a fiatal filmesek helyzetére. Amit fontosnak tartottam ezen a konferencián elmondani, mert azt gondolom, hogy ez nagyon releváns, és nagyon releváns ezt Magyarországon elmondani, külföldieknek elmondani, hogy a fiatal tehetségek és a fiatal filmesek, fiatal vizuális művészek hogyan tudnak érvényesülni a szabad nyilvánosság terében, illetve az új média felületein. Azt gondolom, hogy korábban, mondjuk a pár évtizeddel ezelőtt ez egy alapvetően pénzkérdés volt a filmes siker, természetesen kellett hozzá tehetség és kellett hozzá ötlet, de alapvetően a sikernek a kulcsa az mégiscsak az volt, hogy a technikai, az ilyen költséges technikai feltételekhez hogyan tudnak hozzájutni a filmesek. Ma már ez egészen másképp van, mert ahogy ezeken a projekteken is megfigyelhető volt, alapvetően nem a gyártás, a filmek gyártási költsége az, ami költséges, vagy ami sokba kerül, hanem az, hogy aztán hogyan tudnak hasznosulni ezek a filmek, tehát hogyan tudnak bizonyos networkökbe eljutni, hogyan találják meg a közönségüket, hogyan szerveződik az utóéletük. Azt látjuk, hogy azzal, hogy sokkal olcsóbb már a digitális eszközökkel filmet csinálni, hiszen mindenkinek van legalább egy olyan telefonja, amivel nagyon jó minőségű mozgóképet tud rögzíteni, tehát elvileg mindannyiunkból lehet sikeres filmes. Azon múlik, hogy mennyire tudunk az ötleteinkkel megtalálni bizonyos közönségeket. Szerintem a siker folyamata az körülbelül úgy néz ki, hogy először kell, hogy legyen egy ötletünk, amit már egy olyan szempontból meg tudunk nézni, hogy ez aztán a különböző platformokon, amiken bemutatjuk majd a filmünket, milyen közönséget tud megtalálni, illetve mik lesznek azok a platformok, amik fontosak számunkra. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani ezt, tehát azért mindenképpen kell hozzá finanszírozás, mindenképpen meg kell ezt szerveznünk, hogy ez a film, ez valahogy ez akármilyen vizuális mű, ez el tudjon készülni. Illetve aztán egy kell egy sikeres bemutató, vagy sikeres prezentáció, ami már ugye az ötletből következik, hogy azt hogyan tudtuk megvalósítani. És aztán az utolsó pontja ennek az, hogy a film sikerét, azt hogyan tudjuk kamatoztatni egy későbbi, vagy a legközelebbi film elkészítésének az érdekében. Tehát nagyon nagy a verseny, mert hogy nagyon sok film készül, és éppen ezért nagyon nehéz kitűnni ma már. Nagyon végiggondolt stratégia kell ahhoz, hogy kitűnhessünk az egyébként számtalan film közül, ami megjelenik. És nagyon, nagyon sok platform is van, amin bemutatkozhatunk. Tehát vannak filmfesztiválok, vannak televíziók, ezek a klasszikus szereplők, akik továbbra is megmaradtak a piacon. De most már vannak webplatformok, van YouTube, van Vimeo, van a Dazó, vannak más platformok is, vannak transmédia projektek, amiben be lehet kapcsolódni.
vannak repülőgépek, amikkel lehet filmeket nézni, tehát rengeteg olyan lehetőség van, ahol meg tudják a filmesek mutatni magukat. Azt gondolom, hogy a pénznek igen túlértékelt a szerepe a mai napig ezeknek a projekteknek a megvalósításakor. Minden, illetve valahogy a technikai, a filmesek oldaláról a technikai szükségletek is kicsit túlfetisizáltak, tehát mindenki nagyon fontosnak tartja azt, hogy a legjobb minőségű kamerával dolgozzon, a legjobb lámpákat megkapja a forgatáshoz, a legjobb helyszíneket kiválassza, de hogy alapvetően alapvető stratégiai mulasztások kárára teszi ezt, tehát mondjuk nem gondolja, hogy egyébként kinek szól ez a film, meg az ötlet, az mennyire működik. Ehelyett inkább ezekben a megfogható dolgokba kapaszkodik. A pénznek akkor van igénye, vagy a jelentősége, hogyha megtalálják a megfelelő technikai körülményeket, és azokat ki kell fizetni, illetve a professzionalizálódás során, tehát hogy feladatokat le tudjunk passzolni stábtagoknak, hogy nem mindennel a kreatív embereknek kelljen foglalkozni, de hogy ezeket is nagyon megfontoltam, és nagyon jó ütemezéssel kell tudni átadni. Nagyon sok túlfinanszírozott és egyébként az anyagiakban nem szűkölködő, de sikertelen projektet láttam már, amiknél egyszerűen az volt, hogy nem tudtak mit kezdeni a pénzzel, amit kaptak. Ez elég furcsán hangzik, mert általában alulfinanszírozott projektekről hallunk és azokról beszélünk, de elég sokszor előfordul az, hogy a meglévő pénzzel sem sikerül mit kezdeni. Érdekes egyébként, hogy még a DAZN kapcsán is felmerült ez egyszer, amikor megcsináltuk, akkor volt ennek egy elég jelentős sajtóvízhangja, és akkor többen meg akarták vásárolni a DAZN-ot, befektetők. Némelyikkel hosszabban el is beszélgettünk, és az egyik ilyen elég tehetős és sikeres üzletember mondta nekünk azt, hogy ő maga ellen beszél most, de hogy ő nem adná el most a DAZN-ot saját magának a helyünkben, mert azt gondolja, hogy a projekteknek a kezdeti fázisában a lelkesedés és a személyes elhivatottsága sokkal többet jelent, mint a pénz. A pénz az csak összezavarja ezeket a motivációkat, és olyan elemeket hoz be a munkafolyamatba, amik nem odavalóak. És hogy ezt abszolút visszaigazolva látom az évek során, tehát hogy nagyon fontos volt az, hogy az elhivatottság ügye a projektünket, és ne pedig az, hogy azt reméljük, hogy a hónap végén valaki kifizeti a számláinkat. Ez az is egy fontos dolog. De hogy én ezt a fiatal tehetségek esetében nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy meglegyen ez az elhivatott periódus. Vannak különböző filmes networkök, amikbe, hogyha bekapcsolódunk, akkor sokkal egyszerűbben és sokkal könnyebben sikerre vihetjük a projektjeinket. Ezek jellemzően például a nagy filmfesztiválokhoz kapcsolódnak, Berlinálihoz, a Cannes-i filmfesztiválhoz, Szarajevói filmfesztiválhoz, ahol nagy gondot fordítanak a tehetségeknek egyrészt a maguk köré gyűjtésére, másrészt az ő képzésükre és a tehetségek fejlesztésére. Ha megnézzük a magyar sikeres filmeseket, akik az utóbbi időben nagy fesztiválokon sikereket arattak, Mundruczó Kornélt, vagy Kocsis Ágnest, vagy Frigak Benedeket, ők mindannyian végigjárták ezeket az iskolákat, tehát például Mundruczó Cannes-nak a felfedezettje, ő volt a Cine Fondationban, ami a Cannes-i filmfesztiválnak a főiskolás vagy egyetemista programja, aztán volt a Cine Fondationnak a Residency részében, ahol forgatókönyvet írhatott Párizsban, aztán beválogatták először a kritikusok hetére, ami a Cannes-i fesztiválnak egy mellékprogramja, és aztán utána a versenyprogramba. Tehát szépen lehet látni, hogy felépülnek ezek a karrierek, és ez az kell, hogy megfelelő időben belépjen egy olyan networkbe, ahol ami aztán viszi magával, és ezeken keresztül tudja építeni a kapcsolatait. De nem csak ilyen, tehát nem, ez egy ilyen top
kategória, ilyen kategória mondjuk a Cannes Fesztivál a filmesek körében, de sok kisebb network is van, ahova nagyon egyszerűen be lehet lépni fiatal filmeseknek. Ilyen például a Sarajevo Talán Campus, ami egy magyar filmesnek, vagy közép-európai filmesnek egy nagyon jó kezdőpont. Ezek a networkök és tehetséggondozó programok, ezek abszolút a szabad nyilvánosságnak a legfontosabb értékeivel egyező kommunikációt folytatnak, tehát a kooperációra építenek, arra, hogy kommunikálnak egymással ezek az emberek, hogy kapcsolatokat köttetnek, hogy aztán ezeket kamatoztatják, és összefognak, és közös projektekbe kezdenek, tehát minden olyasmibe, amiben egyébként azt gondoljuk, hogy a modern, szabad világban értéket tudunk képezni, és értékesek tudunk lenni. Ugyanakkor, és természetesen nagyon magas szinten használják a közösségi médiát és az új médiát, tehát nagy jelentőséget fordítanak arra, hogy ezeken a platformokon jelen legyenek, hogy a filmeseket ezen keresztül egyrészt összekössék, másrészt a munkáikat valahogyan elérhetővé tegyék, és hogy látványosak legyenek ezeken a felületeken ezek az alkotók. És nagyon jó fokmérője szerintem az egy társadalomnak a szabad nyilvánossághoz való hozzáállásának, hogy hogyan képes a saját tehetségeit becsatornázni ezekbe a networkökbe, és ez az, amiben azt gondolom, hogy Magyarország eléggé rosszul áll. Tehát a magyar kultúrstratégia abszolút nélkülözi azokat az elemeket, amik e felé terelhetnék a fiatal filmes tehetségeket, de most itt a filmesekről beszélek elsőben, hiszen őket ismerem, de ez ugyanúgy igaz az összes többi vizuális művészre. Azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy egyébként a korábbi francia barátaim példáiból kitűntek, nincsenek olyan, tehát hogy ott egy transzmédia projektnek a finanszírozása az nem egy lehetetlen küldetés. Magyarországon gyakorlatilag az, tehát nincsen olyan pályázat, ami ezt segíteni, és nincsen, és igazából csak televízió és filmgyártásban lehet gondolkodni, tehát semmilyen más alternatív platforma nincsen belépés, és ami nagyon hangsúlyos ebben az, hogy csak a gyártást támogatja a magyar kultúrfinanszírozás, tehát a promóciót, a filmeknek az utóéletét, a filmek gondozását, és egyáltalán a filmkultúra építést, ezt egyáltalán nem. Ezzel szemben mondjuk például Lengyelországban, csak hogy ne csak nyugat felé tekintsünk, ez egy hasonló háttérrel rendelkező országban mondjuk a lengyel filmesek pályázhatnak utazási támogatásra, és ezzel nyilván sokkal egyszerűbb menekülnek például a filmfesztiválokra, vagy az előbb már említett workshopokra. Magyaroknál ilyen nem nagyon fordulhat elő. És ez a kultúrstratégia, ez nagyon a bezárkózásra épít, és igazából egyetlen egy eleme van, ami tulajdonképpen motiválja a filmeseket arra, hogy kifelé induljanak el, ez pedig az alulfinanszírozottsága. Tehát, hogy egyszerűen nem adnak elég pénzt arra, hogy itt megcsinálják a filmüket, és ezért kénytelenek alternatív lehetőségek után nézni. Például a Sarajevo City of Film egy ilyen, ahol most már 3 éve folyamatosan készülnek magyar filmek, ami egyébként szuper jó dolog, és nagyon nagy sikerrel mutatják be ott a magyar rendezők által készített filmeket. Plusz mindenki elkezd partizánkodni, tehát elkezdi a barátait megkérni arra, hogy filmek, hogy segítsen a filmjét befejezni, segítséget kér a gyártócégektől, és tulajdonképpen egy ilyen pénzmozgás nélküli partizánháború egy filmnek az elkészítése. Ami egyébként, aminek megvan a maga romantikája, és megvannak a maga, tehát elkészülnek a filmek, tehát az eredményeik is megvannak, viszont egy elég alattomos helyzetbe kerülnek ezáltal a filmesek, hiszen a döntéshozók után azt mondják, hogy de hát elkészültek a filmek, tehát
innentől kezdve miért kéne bármit is finanszírozni. Úgyhogy ez egy probléma. Én azt gondolom, hogy nagyon sok megoldást létezik erre a problémára. Remélem azt, hogy ezt felismerik a döntéshozók is. Remélem azt, hogy minél több transzmédia projektre bele tudnak kapcsolódni a magyarok, és azt is, hogy minél nyitottabb és kooperatívabb kultúrában tudunk élni. Köszönöm szépen!